Nyílt levélben cáfolta a demokratikus koalíció állításait egy tesztelést végző orvostan hallgató. Azt írta, nem dolgoznak napi 12 órát, van megfelelő védőfelszerelésük és az étkezést is biztosítják számukra. Erhard Mária szerint szégyen, ahogy egyes politikai szereplők minden gátlás nélkül olcsó politikai haszonszerzés reményében hamis információkkal hergelik a közvéleményt. Szégyen, ahogy gyurcsányék hazudnak a munkájukról, ezzel a címmel közölte egy tesztelést végző orvostanhallgató nyílt levelét a pestisrácok.hu. Szeretném megosztani élményeimet, mert egyre több felületről hallom a demokratikus koalíció és más ellenzéki erők által terjesztett alaptalan hazugság kampányt, amivel a lakosságot és hallgatótársaimat triogatják. Írja Erhardt Mária, aki öt napon át volt egy szűrővizsgálatokat végző csapattagja. Azt mondja, az álhírekkel ellentétben minden feltétel adott a biztonságos munkavégzéshez. A Demokratikus Koalíció egy közleményt adott ki múlt héten, amelyben azt állította, hogy a koronavírus tesztelésbe bevont orvostanhallgatók sem megfelelő védőfelszerelést, sem ételt nem kapnak. László Imre, a párt politikusa pedig egy sajtótájékoztatón azt is közölte, hogy a vezényés miatt az orvostanhallgatók a vizsgáikra sem tudnak felkészülni, mert 12 órában dolgoznak. A DK kijelentéseit egytől egyik cáfolta a Szemmelweis Egyetem ötödéves hallgatója. Mint írja, nem napi 12 órában dolgoznak, hanem mindenki maga dönti el, mennyit tud vállalni és milyen ütemezésben. Még a sofőr is, aki sok esetben ki sem száll az autóból, megkapja a teljes körű védelemhez szükséges felszerelést, amely két darab teljes testet védő overált, védőszemüveget, arcpajzsot és fejenként egy doboz gumikesztyűt tartalmaz. Az étkezést központilag oldják meg, a bázisra viszik a melegítelt. Hozzáteszi, igaztalan rém hír az is, hogy a rektor vagy a vezetőség bárkit kirúgással fenyegetett volna, ha nem teljesít szolgálatot. Erhárt Mária úgy véli, szégyen, ahogy egyes politikai szereplők minden gátlás nélkül, olcsó politikai haszonszerzés reményében hamis információkkal hergerik a közvéleményt, dezinformálják a védekezésben részt venni kívánókat, ezáltal is gyengíteni próbálva az ország védekezését. Az orvos tanhallgató azt írta, ezzel nem a kormánynak ártanak, hanem a magyar embereknek a mintavételhez ugyanazon egyéni védőfelszerelések biztosítottak a hallgatóink számára is, hiszen ez természetes. Az országos tisztifőorvos is már többször felhívta a figyelmet arra, hogy biztosítják az orvostan hallgatók védőfelszerelését. Müller Cecília hangsúlyozta, ők is ugyanazokat az eszközöket kapják meg, mint a mentősök, vagy például a kórházi dolgozók.